este egy kicsit elrugaszkodunk azoktól a dolgoktól, amiben nagyon beleragadunk, és akkor látni fogjuk, ha erre képtelenek vagyunk, akkor mi mindent fogunk megélni. A Boka és a Láb biológiai programjai, mikor összeszedtem, kiderült, hogy sokkal, de sokkal gazdagabb anyagot jelent ez, mint ahogy így első rá csodálkozásra gondoltam én, és aztán képeztem egy rendszert benne, hát nyilvánvaló, hogy a hátamnál levő tudományos táblázat adja mindig az irányt és az irányítást. Hámer doktor gondolatai szerint rendezzük a dolgainkat. Ugye Hámer doktor annyit mondott a germán gyógytudományról, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, a DHS kritériumait, igen, Dirk-Hamer szindrómának nevezi Hamer doktor, vagyis azokat a feltételeket, amelyek egy daganatos betegség elindítását a szervezetünkben biztosítják. Miről szól a történet? Hát ugye ez a 19 éves fiú Hamer doktornak a karjai közt halt meg, minek utána az olasz trónörökös tök részegen, két lövéssel halálosan megsebesítette, a légynek sem ártott, egy csónakban aludt egy kikötőben, és álmában kapta a két halálos lövést, 111 napig tartott az agónia, Hamer doktor mindent elkövetett, hogy megmentse a fiát, de 78. december 7-én meghal az apja karjai között. Miután Hamer doktornak heredaganata alakul ki, elgondolkodik rajta, hogy valami kapcsolat kell legyen a fia halál és az ő heredaganata között. Se kemó, se sugárkezelést nem vállal, meggyógyul, egy műtéti beavatkozást vállalt mindösszesen be, és rájön arra, hogy a daganatos betegségek mindig egy nagyon súlyos érzelmi konfliktus következtében alakulnak ki, mégpedig ami váratlanul meglepetésszerűen érkezik, mondjam úgy, mint derült égből a villámcsapás. Nos, ez lesz az a kritérium, ami befolyásolja, hogy mi történik ezután a szervezetünkben. Tehát váratlanul, meglepetésszerűen fogjuk a dolgokat megtapasztalni, és magányosan éljük meg az adott pillanatban. Lehet, hogy vannak körülöttünk emberek, de maga a meglepetésszerű félelem, ami elkap minket, ez mindenképpen magányosan kap el minket. Nyilván, hogyha megosztjuk az érzéseinket másokkal, akkor ennek a becsapódásnak, az érzelmi konfliktusnak a súlyossága nagy mértékben csökkenni fog. A nagy probléma az, hogy benne maradunk a konfliktusban. Ez az, ami elindítja az agy közvetítésével a szervi választ. A lélek itt kisbetűvel és idézőjelben van, mert nem a nagybetűs lélek fog megrázkódni, megijedni, hanem mindig az ego, de magyarul lelki megrázkódtatásról beszélünk, és ezért lett ez meghatározva így, hogy lélek, agyszerv, tengely, és a megbetegedés lélek, agyszerv szinten indul el. A jó hírem az, hogy a gyógyulásunk is lélek, agyszerv szinten fog megoldódni. Ez az egyetlen olyan módszer és út, amely a valós okot fogja megoldani. Ugyanis ha a félelem, ami becsapódott az életünkbe, nincs feloldva érzelmileg, akkor a történet megmarad, hiszen a körülmények, vagyis a sínek, azok biztosítani fogják, hogy újra meg újra emlékeztető körülményeknek a hatásáról, hogy a konfliktus nélkül elinduljon bennünk ez az értelmes biológiai külön program, aminek az értelme mindig a túlélés és egy biológiai program, mert a szervezetünkben, a biológiákban zajlik, és egy külön program, mert különben nem indulna el, ha mi ezt nem indítanánk el. Ezt
Nagyon jó lenne, ha megértenénk, hogy az érzelmileg, tehát egy félelemmel elindított programot érzelmileg kell lezárni, mégpedig hogyan? Hát először is megértéssel. Megérthetem a dolgokat akkor, ha ismerem a germán gyógytudományt, és akkor megértem, hogy a másik ember miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Megbocsátással. Ebben már segít az, ha van megértés. És megbocsátás nélkül nincs, kérem szépen, gyógyulás, és a legnagyobb probléma az, amikor önmagunknak kéne megbocsátani. Megértés, megbocsátás, elengedés. Amikor már megértettem és megbocsátottam a történetet, akkor ne ragaszkodjak hozzá, ne rágódjak rajta, mert a rágódás az gyomorprogramot fog elindítani. Tehát engedjük el azt, ami kellemetlen volt, és próbáljuk meg elfogadni mindazt, ami történt, úgy, ahogy volt. Ha még hálát is tudunk adni érte, mert rájövünk, hogy mit tanultunk ebből az egész történetből, akkor az lesz a legjobb érzelmi feloldás. Amikor már hálát tudok adni valamiért, mert megtapasztaltam belőle számomra valami nagy tanítást, akkor kérem szépen ez a program valóban érzelmileg le is lesz zárva. Tehát annyit kellene csak megjegyeznünk, hogy nem újjék el nap a haragunkkal, minden napunkat zárjuk le békével, és akkor meg se fogunk tudni betegedni. Ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás, és egyben annak a biztosítása, hogy meg se betegedjünk. Ezt nagyon jó lenne bevezetni az életünkbe szokásként. Mivel mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, ezért soha nem az fog számítani, hogy mi történt, hanem az számít, hogy én ezt miként éltem meg. És ezt csak a beteg tudja elmondani. Nyilván a szervi tünetei alapján tudunk kérdezni, rá tudunk kérdezni arra, hogy mi volt az a valami, amit esetleg így vagy úgy éltünk meg, de nehogy azt higgyük, hogy minden, ami példaként fel van sorolva az útmutatóban, vagy éppenséggel elmondom, az mindenkire 100%-ban úgy igaz. Egy-egy adott helyzetet valaki úgy fog megélni, hogy szarul érzem magam, a másik az, hogy na erre képtelen vagyok, a harmadik el akar tőle szakadni, a negyedik támadásként éli meg, az ötödik rágódásként éli meg, és akkor érthető lesz ez a mondat, hogy az egyetlen valóság az én megélésem, és ezért a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második természettörvényben Palmer doktor felfedezi azt, hogy hogyan is zajlik le ez az értelmes biológiai különprogram. Ez két fázisban zajlik le, kérem. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázisa. A DHS becsapódása az, ami elindítja tehát ezt az egész történetet, és ameddig nem oldjuk fel a dolgokat érzelmileg, vagy meg nem változnak a körülmények, és mit tudom én, elköltözött az idegesítő szomszéd, vagy én költöztem el, vagy munkahelyet cseréltem, vagy frekvenciát váltott az, akivel konfliktusom volt, vagy mit tudom én, de mondjam úgy, hogy az élet megoldotta. Szóval akkor bekövetkezik a megoldás, a KM, a konfliktus megoldását jelenti. Láthatjuk azt, hogy a konfliktus aktív fázis, ez azért elhúzódhat, nem csak napokat, hanem heteket, hónapokat, sőt éveket is. Nyilvánvaló, hogy a megoldás követő fázisban a tüneteink ennek megfelelően fognak alakulni. De honnan tudom, hogy konfliktus aktív fázisban vagyok? Honnan, hogy zakatol az agyam, egyik gondolat üti ki a másikat, nem tudok nyugodtan aludni, éjjel felébredek, és hát az alvászavarokról is van már előadást, meg lehet nézni, nincs étvágyam, és lefogyok. És hideg a kezem, hideg a lábam, Palmer doktor azért használta a kék színt, a konfliktus aktív fázis konfliktus tömegének a megjelenítésére. Jó lenne megértenünk, hogy amikor a DHS becsapódik, az egy akkora impulzus, hogy így mondjam,
hogy annak lenyomata lesz az agyban. Itt látjuk, most bele nyilasztam a közepébe a becsapódásnak, olyan, mint amikor bedobok egy sima víztükörbe egy követ, és a hullámok szépen a periféria felé távolodnak, tehát ezek energiahullámok, amelyek itt láthatók. Nyilván csak akkor, ha a koponyalappal párhuzamosan készült metszeten nézzük, és kontraszt anyag nélkül. A megoldás követően a biológiánk helyreállítja azt, amit a túlélés érdekében tett a konfliktus aktív fázisban. Ezt felismerhetjük a tünetekről, mert ugye itt fogunk mi orvoshoz szaladni, mert az exudatív fázis az azt jelenti, hogy folyadékgyülem alakul ki ott, ahol éppenséggel szervi szinten történt a válasz, de folyadékgyülem alakul ki az agyi szinten is, és ezt a folyadékgyülemet láthatjuk két pontban is. Itt van a jobb oldali középső relé, gyönyörűen látszik, és itt alulról is látunk egy relét, ugye kék nyíllal is meg van jelölve, aminek a közepe, ha jól megnézzük, azért sötétebb, mint a széli része, vagyis azért sötétebb, mert több röntgensugár megy át rajta, mint mondjuk az ellenoldali része. A konfliktusnak a megoldása tehát tünetekkel jár, és ekkor gyulladásos tünetek jelentkeznek, vagyis a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár, vagyis piros lesz a terület, ha a felszínen van a bőrünkön, duzzadt lesz, mert vizet gyűjtöttem bele, ugye az exudátum az a sejt közötti állománynak a folyadéka, ami felszaporodik, nem csak szöveti szinten, hanem agyi szinten is, ahogy erre utaltam, és a fájdalom természetes velejárója a gyógyulásnak. Ezt jó lenne, ha megjegyezném. Van a fájdalom megjelenéséről is külön konferencia, van olyan, amikor a fájdalom már a konfliktus aktív fázisban jelentkezik, és ezeket azért jó tudni, mert azok nagyon-nagyon fontos programok, amiket érdemes idejében lezárni, és nem benne maradni. Tehát a gyulladás tünetei, amikor megjelennek, akkor nem kéne kétségbe esni, hanem esetleg azon kéne gondolkodnunk, hogy jaj, mi is történt tegnap, mind járt az agyam eddig, mit is oldottam meg, és akkor már világos, hogy miért vagyok taknyos, miért veszem a torkom, miért köhögök, stb. Részletekre most nem fogok kitérni. Exudatív fázis, tehát azért van piros színnel jelölve, mert itt meleg lesz a kezem, meleg lesz a lábam, sőt, lázam is lesz. Jön az epileptoid krízis, amikor már borzongok és hidegrázásom is van, amikor a tüneteim nagyon, de nagyon felerősödnek, nem véletlenül ennyire magas itt ez a kék csúcsosodás, mert a tüneteknek az erőssége az attól függ, vajon mitől, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Ennyire egyszerű. Tehát nem újjék el nap a te haragoddal, az még mindig egy nagyon, de nagyon fontos javaslat lenne arra, hogy meg se betegedjünk. Az epileptoid krízisben igen sok minden történik, de a legsúlyosabb dolgok azok arról szólnak, hogy vagy túlpörög a szívem és tüdőembóliát kapok, vagy leáll a szívem. Van olyan, hogy vesegörcs, epegörcs, mélyvénás trombózis, izomgörcsök jelentkeznek, és az epilepszia maga is itt jelentkezik, ami egy elválasztási konfliktus és egy motoros konfliktusnak az együttes megoldása, ezért lesz abszansz, vagyis eszméletvesztés és izomgörcs rángatózás, és erről nevezte Hammer doktor a többi programot is el, nem epilepsziának, hanem epileptoid krízisnek. Ha izmokról van szó, akkor az epileptikus krízis. Nos, a mellékelt agyi CT-n itt alul pont azt látjuk, hogy az epileptoid krízisnek a leszálló ágában vagyunk, ahol most a pöttyöket rakom, és ez azt jelenti, hogy ennek a legfontosabb
biológiai hatása, hogy az agyi ödíma megszűnik. Tehát rendbe jövünk az irányító központnak a szintjén, és rendbe jövünk szervi szinten is, mert a vizet nem csak agyi szinten préseli ki a szervezetünk, hanem szervi szinten is. Ez azt jelenti, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és ez egy nagyon-nagyon jó jel. A vizeléssel kapcsolatos biológiai programokban a többi gyakori vizelés, csípős vizelet, gennyes vizelet, stb. Ezekre ott mind választ kapunk. De ha ismerjük a kétfázisú lefolyását a biológiai programoknak, akkor tudjuk, hogy éppen hol tartunk. A harmadik része a megoldás követő fázisnak a hegesedési fázis, és ez lesz az, amikor már jó az étvágyam, jó a hangulatom, tudok enni, de iszonyúan fáradt vagyok. És ez a fáradtság sok embernek elveszi a kedvét az élettől. Van, aki itt újra leírja magát, vagy bedobja a törölközőt, feladja, holott már csak néhány nap vagy hét választja el a teljes gyógyulástól, nyilván attól függ, hogy mennyit ült a konfliktus aktív fázisban. Minden, de minden ettől függ. És vajon kitől függ az, hogy mennyit ülök a konfliktus aktív fázisban? Hát csak tőle, hogy mennyit érzem magam szarul, mennyi ideig bosszankodom, mennyi ideig élem az életemet félelemben, félelmekben, és a végén azt mondom, hogy pánikos vagyok, mert már annyi félelmem van, hogy azt sem tudom, hogy hol tartok. A második természettörvény tehát rámutatta arra, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, és nyilvánvaló ez csak akkor igaz, ha megengedjük, hogy a program eljusson a végéig. Meg fogom mutatni, hogy mi mindent tudunk elkövetni, hogy krónikus betegek is legyünk. Nos, akkor lépjünk tovább, és nézzük meg a harmadik természettörvényt, ahol ismét látjuk a Hammeri iránytűt, tehát ezt a két fázisú lefutást, és Hammer doktor a harmadik természettörvényt úgy fedezte fel, hogy az embriológiát és a magatartást kutatta, és rádöbbent arra, embriológia vagy egyetfejlődés, hogy az egyetfejlődéstől függ, hogy mi is fog történni szervi szinten. Mi történhet szervi szinten, mikor sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek? Logikus a rendszer, vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy sejtek működését gátlom. És a megoldás követő fázisban ennek a fordítottja fog történni, a felesleges sejteket lebontjuk, a hiányzó sejteket visszaépítjük, és a működést helyreállítjuk. Ez a világ legegyszerűbb egyenletrendszere, annyira egyszerű, hogy ettől hihetetlen. És ez adná meg a helyes gondolkodást nem csak az orvosoknak, hanem a biológiát kutató embereknek egyaránt. Ez egy nagyon lényeges dolog. De miről is szól ez az embriológia? Jelzem, ahhoz, hogy meggyógyuljunk, nem kell megtanulni az embriológiát. Csak annyit illik tudni, hogy három csiralemezből alakul ki minden sejtünk és minden szövetünk. Itt látjuk a három csiralemezt, és ugye belül van a belső, vagy endoderma, kívül van a külső, vagy ektoderma, és középen a középső csiralemez, vagy mezoderma. Amint látjuk, a nyilaknak megfelelően sárga, narancs, piros színekkel bizonyos szervek vannak feltüntetve csak tájékoztatásképpen. Ugye a pirosból, az ektodermából, külső csiralemezből lesz a külső bőrünk, és ezzel tudnak lecsapódni az elválasztási konfliktusok. A belső csiralemezből lesz a belső, mondjam azt, hogy csőrendszer a szájüregtől egészen a végbélnyilásig és az ehhez tartozó, hát virigyek, meg nyilvánvaló még egyéb részek is, mint prosztata, vagy méhnyálkahártya, stb. És a középső csiralemezből pedig két irányú dolog lesz. Az egyik az, amit az agyvelő irányítás, az a csont, ízület, izom, erek,
oszlógyűjtő, nyirokerek, kötőszövet, zsírszövet. Ezek az önleértékelési konfliktusra fognak sorvadni, és aztán visszaépülni. A másik része a középső csiralemeznek, ami egészen itt a belső csiralemezhez tapad, azt a kisagy irányítja, és a kisagy irányítására viszont megoldjuk a támadás, vélt vagy valós támadásként, vagy éppenséggel a túlzásba vitt aggódással elindított programjainkat. Nagyon jó lenne, ha megértenénk azt, hogy valójában ez a rendszer, ez azt jelenti, hogy rend és hierarchia van a biológiánkban, olyan, hogy áttétek, olyanok nem léteznek, kérem szépen, mert egyetlen sejtem se fog elbúcsúzni a meglévő főnökétől, az idegi központtól, és bejelentkezni egy másik idegi központhoz, és például mindig mondom, hogy a prostata sejtemből soha nem lesz csontsejt, vagy akármilyen más dolgokról is beszélnek a rendelőbe. Ez csak azt igazolja, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a dolgok hogyan alakulnak ki, de ahhoz, hogy az embereket félelemben tartsák, erre nagyon-nagyon jó az áttéteknek a közlése, mert olyankor a daganatos beteg az utolsó reményt is elveszíti. Szóval, ha megismerjük azt, hogy hogyan működünk és honnan származnak a sejtjeink, akkor már nem fognak tudni minket félelemmel manipulálni. Ez lenne a harmadik természettörvénynek a lényege, ami minden embernek egy fontos információ. Ugyanabban az évben, 87-ben Hamer doktor a negyedik természettörvényt is felfedezi, és rájön, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok is a csíralemezeknek megfelelően alakulnak és segítenek. Nem vagyunk egyedül a gyógyulásunkban, kérem szépen, mert miért, miről szól itt a történet? A gombák fognak segíteni, és a gomba baktériumok a felesleges sejtek lebontásában. Igen, a TBC baktérium, a gomba baktérium az, ami az egyik leghatékonyabb segítőnk. Milyen nagyszerű, hogy ahogy megszületünk, kapunk ellene oltást. Talán nem véletlen. A baktériumok, vagyis a gombák és a gomba baktériumok már a konfliktus pillanatától szaporodnak a szervezetünkbe, pont azért, hogy mire megoldjuk a konfliktust, addigra elegendő számban legyenek a szervezetünkbe, hogy tudják lebontani a felesleges sejteket. Ez teljesen-teljesen logikus. Az agyvelő által irányított programokban a baktériumok játsszák a főszerepet a megoldásban. Ők a megoldásban jelennek meg, és ebből lesznek a gennyes dolgok. Ugye visszaépítés az, kérem szépen, nem éppen úgy történik, hogy tessenek kimenni egy építőtelepre, és nézzük meg, hogy egy házépítés közben mennyi törmelék, mennyi szemét, meg minden keletkezik. Na szóval ezek a dolgok a gyulladásos folyamatok során hát bizarr, kellemetlen tüneteket fognak nekünk okozni, de megint csak jelezném, hogy minden tőlem függ, hogy mennyit ültem a konfliktusban. Az agykéreg által irányított programokban, ahol sejtekre hat az agykéreg, ott is először sorvadás lép fel, majd visszaépítés, és ott a vírusok segítenek a visszaépítésben, és hát a vírusok azért nem olyan élőlények, mint a gombák, gombabaktériumok és baktériumok, hiszen tudjuk, hogy a vírusok önmagukban képtelenek szaporodni, egy gazdasejtbe fognak ők befurakodni, és átírják a gazdasejtnek a programját. Milyen érdekes párhuzamot tapasztalhatunk a társadalmi életben is. Ehhez hasonló. Az agykéreg még olyat is csinál, hogy hat a sejtek működésére, tehát a sejtek működését fogja gátolni a cél érdekében, és a sejtek működése helyreáll, amikor helyre tettük mi is a programjainkat. Nagyon
De nagyon fontos ezeket a dolgokat megértenünk, hiszen akkor nem fogunk kétségbe esni, ha van egy genyesedés, vagy éppenséggel valamilyen kórokozót mutatnak ki. A szervezetünkben nem kórokozók vannak, hanem velünk szimbiózisban élő mikroorganizmusok. És ezek mindig pont azok, amelyekre szükségünk van a gyógyuláshoz. Akkor, amikor igen nagy számban vannak jelen, ez azt jelenti csupán, hogy mit jelent, sokat ültem a konfliktus aktív fázisban. Na most, amikor lebontott sejtekről van szó, akkor ezek nem mennek a kukába, hanem a szervezetem újra hasznosítja ezeket. És ezért lényeges tudni, hogy ha nyírok rendszerben idegen sejteket fognak kimutatni, mondjuk tűbiopsziával, vagy műtéti után szövettani vizsgálattal, az nem áttétet jelent csokolom, az csak annyit jelent, hogy éppen gyógyulok. Nem áttétem van, gyógyulok. Ha nyirokrendszerről van szó. Ha több szerven jelennek meg dolgok, az azt jelenti, hogy mindegyik szervre vagy szövettanra vonatkozóan van egy külön-külön program. Mert szoktam mondani, hogy minél intelligensebbek vagyunk, annál tökéletesebben tudjuk magunkat tönkretenni. A szervezetünket a leginkább ezzel a három módszerrel tudjuk tönkretenni. Az első az, hogy egy függő konfliktus aktivitás, vagyis meg se oldom a konfliktus. Egy életen át gyűlölködöm, egy életen át leírom magam, megfelelési kényszerben élek, túlhajszolom magam, és akkor csodálkozok azon, hogy tönkre megy a szívem például. Ezt mutatja a felső ábra. A második és leggyakoribb dolog az a függő gyógyulásnak a fenntartása, amint látjuk, megtörténik a konfliktus megoldása, de nem érzelmileg, hanem az élet megoldott valamit. De túl gyakran jönnek a sinek. Ezek a kék kicsi szakaszok, ezek itt mind-mind a sinekre utalnak, tehát mindig elakasztják a gyógyulni induló szervezetünket, és benne maradunk a gyógyulásban. És akkor itt nyilván, ha a gyógyulási fázisban én sejteket építek vissza, akkor túl sok sejtet fogok visszaépíteni. Ha sejteket bontok le, akkor túl sok sejtet fogok elbontani. És ennek meg lesznek az eredményei. A policiklikus lefolyás pedig annyit jelent, hogy itt sincs megoldva érzelmileg a konfliktus, viszont a sinek azok ritkában jönnek, és ezért a program ki tud futni mindig a végéig. Vagy volt valakinek egy melldaganata, meggyógyult, de nem szokott le az aggódásról. És most valaki másért aggódik egy év múlva, akkor megint lesz melldaganata. És nem azért, mert nem kapott kemoterápiát, vagy mert nem volt családállításon, hanem azért lesz, mert éppenséggel nem változtatta meg a gondolkodását és a szokásait. Igen, kérem szépen, ez egy nagyon lényeges felismerés, hogy a szokásaink azok meg fogják határozni nem csak a cselekedeteinket, de még a személyiségünket is. A legfontosabb lenne ezt a megjegyezni mindenkinek a lényeg megértésének a törvénye, vagyis hogy minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésért és a faj fenntartásáért történik, akármilyen beteg vagyok. Csak nem kellene újra meg újra elindítani egy programot. Nem kellene eljutni oda, hogy azt érezzem, hogy ebben már bele kell döbleni. Ez egy nagyon jó program a szklerózis multiplex elindításához. Hogy ezt nem lehet kibírni, akkor nagyon jól bontom a csontomat, mégpedig a combcsontomat. Szóval minden ilyen negatív hozzáállással egy újabb és újabb programot indítunk, és végül a daganatos beteg nem a daganata miatt hal meg, hanem annyi programot elindít, hogy teljesen lemeríti a biológiáját, ez lesz a tumoros kohézia. De nem kell daganata legyen valakinek, elég, hogyha fenntart egy állandó programot, nekem, mit tudom én, kevesebbet adtak, mint amennyi járt volna, most csinál egy colitis ulcerozát, vagy és akkor kiukad a bele.
És akkor már nyilvánvaló, ha kiukadta bele, akkor annak már egyéb következményei vannak. Vagy békjobban élem az életemet, az egész életemet békjobban élem, mert szegény, szüntelenül szenvedő szegény én, áldozat, ki vagyok szolgáltatva a körülményeknek. Hát ez a legkényelmesebb dolog a világon, és akkor keresem a megmentőket, a családokat, a barátokat, és a doki, beteg vagyok, gyógyíts meg, azért fizettem a tévét. Hát ez így nem fog működni, kérem szépen, viszont arra jó, hogy előbb lesz egy vízszertágulatom, az aztán tönkreteszi a vénás keringést, tönkreteszi a keringést a boka fölötti részben, abból már lesz egy szép lábszárfekély, és akkor ettől már még jobban, békjobban érzem magam, és már megvan az ördögi kör. Olyan tökéletesen lettek ezek a túlélő programok kitalálva, minden elismerésem a teremtőjé, hogy pontosan a gyógyulási tünetek fogják a betegnél elindítani a következmény konfliktust. Ez egy, vegyük észre, hogy pontosan attól maradok beteg, hogy nem tudok örülni a gyógyulásomnak. Ez nagyon jó lenne, ha ezt megérteni. És ha kinézünk a természetbe, azért hoztam természetből itt képeket, minden a túlélésről és a fajfenntartásról szól. Csak hogy az állatok mindig a pillanatban élnek. Én náluk azért nincs kint a vadonba krónikus betegség. A házi állatok sinen maradnak, mert nem tudják a környezetüket megváltoztatni. Ezért lesznek betegek a házi állatok. De a vadon élő állatok azok megoldják. Azok megoldják. Több ilyen természet filmet, felvételt láttam, ahol az áldozat, a fülyebő állat, az halottnak tetteti magát, és amikor a ragadozó tovább megy, akkor van egy epilepsziás gőzsroham, és szalad tovább. Nem megy kérem szépen EEG-re, se CT-re, se MR-re, megoldotta, és megy amarra. Ennyire egyszerű. Ezt mi is így meg tudjuk csinálni, ha éppenséggel elkezdünk logikusan gondolkodni, és ha semmi más, csak ezt megértettük, hogy minden, de minden, ami bennünk történik, az a túlélésről és a fajfenntartásról szól, akkor már nem néztük hiába, a mai nap sem a webkonferenciát. Na most, ha minden ilyen egyszerű és nagyszerű, teljesen normális a kérdés, hogy de hát akkor miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Hát nem? Hát de. Na vajon miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Remélem, az elmúlt két év mindenkinek felnyitotta a szemét, hogy valójában a medicina nem a gyógyításról szól. A medicina a gyógyszeripar kezében van, és ő diktálja, hogy hogyan és miként kell idézőjelbe gyógyítani. Ezért vannak a továbbképzések, 5 év alatt kreditpontok összeszedése, hogy ne is legyen az orvosnak ideje mással foglalkozni, mint hogy összeszedje a kreditpontokat, vagy tovább nem dolgozhat. Tehát aki ebben a rendszerben van, az nehezen fog tudni kilépni. Én éjszakákat tanultam és kerestem a dolgokat ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy mi is a valóság, 15 évig kerestem, és amikor a germán gyógytudományt megtaláltam, akkor megtaláltam azt, amit mindig is kerestem. Most Hammer doktor téziseit is már 98-ban elismerték. Szeptember 11-én érdekes módon. A Nagyszombati Egyetemen, körülnálva a mostani neve, és felvételem van arról, hogy miről szól ez az egész elismerés, viszont az orvosi gondolkodásra nem hatott, mert hát még Németországban is vannak emberek, akik még nem is hallottak arról, hogy Hammer doktor, vagy más studentem még. Tehát itt nagyon, de nagyon oda kéne figyelni arra, talán nem minden igaz, ami a televízióból hallatszik. Ha valaki meg akarja oldani az életét, az első lépés, hogy kidobja a televíziót, meg a mikrohullámosítót. Ez két olyan fantasztikus döntés, amivel már hozzásegíti magát ahhoz,
hogy nem érgezze magát se fizikai szinten, se pedig érzelmi szinten. A Hammer doktor táblázata adja meg számunkra azt a logikus gondolkodást, ami ahhoz kell, hogy megtaláljuk a valós okát a betegségünknek, és ha tudom valaminek a valós okát, nyilván akkor fogom tudni a valós megoldást is. A sárga színű oszlop, az első oszlop, ugye a belső csirralemezhez kötött sejteknek a programjait tartalmazza. Ezt falatkonfliktusoknak nevezzük, mert minden, ami a túléléshez szükséges, azt a biológián meg kell kapja. Vagyis minden, amire én úgy gondolom, hogy én ezt meg kell, hogy kapjam, az falatkonfliktus lesz a biológiám számára. Nyilván, hogy a legfontosabb dolog micsoda? A levegő, a víz, a táplálék, a fény és a hang. Ezek kellenek az életben maradáshoz. De ezen kívül bármi mást is meg akarok kapni, a biológiám falatkonfliktusnak tudja lefordítani. Mert a nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni valóság, álom és illúzió között, és akkor erről még sokat lehetne beszélni. De azért emelem itt ki a magány és egzisztenciális konfliktusnak a lényegét, mert a leggyilkosabb érzés a magány, azon belül pedig a társas magány. És van az úgy, hogy nem akarjuk elismerni, nem vagyunk magunkhoz se őszinték, hogy valóban attól szenvedek, hogy a párom, mit tudom én, nem érdeklődik az iránt, ami iránt. Én érdeklődöm, kevés az idő, amit együtt töltünk, és mármint amit értékes időnek tekinthetünk. Mert az, hogy mi a munkába beletemetkezünk, az egy menekülés. Azt kérem szépen, lehet, hogy több pénzt hoz a házhoz, ha egész nap dolgozok, de attól még nem leszek boldog. Ezt az utat már kipróbáltam, nem jött össze. Szóval a párkapcsolatokban rejlenek a konfliktusoknak legalább az 50-60%-a. Aztán jön a munkahelyi konfliktus, és nyilvánvaló ott van még a család. A biológiai család. Ne felejtjük el, hogy a család az biológiai kapcsolat, ameddig az csak a túlélésről és a fajfenntartásról szól. A magánynak a megértése az egy nagyon, de nagyon lényeges dolog. Vannak emberek, akik magányosak, és még sincsen vesegyűjtő csatorna programjuk, mégse tartják vissza a vizet, mert boldogok attól, hogy végre szabadok és egyedül élnek. És vannak emberek, akik családban élnek, és mégis magányosak. Tehát itt az érzés számít, és nem az, hogy hány ember vesz engem körül. De ide tartoznak az egzisztenciális konfliktusok is, és akkor miről szólt az elmúlt 2 év? Maradjatok otthon, távolságtartás, elhatárolódunk egymástól, és mindenkinek azért az egzisztenciális létkonfliktusa úgy valamilyen szinten megcsendül. És ezek lesznek azok az érzések, amelyek felerősítik a bennünk folyó programokat, és pontot tesznek a mondat végére. A kisagy által irányított programokat itt találjuk a narancssárga oszlopnak a felső részében. Vélt vagy valós támadásokról beszélünk, mert mondtam, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt. Ezekről mai nap még a lábnál külön szó lesz. És innen kezdődik a kezűség kérdése. Tehát a kezűség az a narancssárga és a piros oszlopra vonatkozik. A falat konfliktusoknál nincs kezűségről szó. A kezűség azt jelenti, hogy a tüneteim annak megfelelően jelennek meg jobb vagy bal oldalon, hogy rólam, a gyerekemről vagy anyámról szól, ez az egyik oldal.
A másik a partner oldal, aki mindenki más, aki nem az anyám, nem a gyerekem, és nem én vagyok. Hát ide tartoznak a testvérek, az apám, a nagybácsi, a nagymama, stb. De lényeges megjegyezni, hogy nem az számít, hogy ki az én biológiai anyám, vagy gyermekem, hanem ki az, akit úgy szeretett, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. A biológia a szeretetre, a kötődésre fog reagálni, és nem arra, hogy anyakönyv szerint ki honnan származik. Szóval, a támadási konfliktusok azok vélt vagy valós támadások, tehát félek attól, hogy megtámadnak, és már indítom a sejtszaporulatot a megfelelő szinten, mégpedig az írha által vezérelt, a kisagy által vezérelt írhában, burkokban, hasártya, mellhártya, szívburok, és ha gondozási konfliktust élek meg, vagyis túlzásba viszem az aggódást, akkor a mell mirigyállománya is túlszaporodásnak fog indulni. A agybelő által irányított programok a narancssárga oszlopnak az alsó részében találhatóak, itt viszont először mindig sorvasztok és tünetmentesen, majd visszaépítem a sejteket a megfelelő számban, akkor, amikor megoldottam az önleértékelést. Nyilván, ha függő gyógyulásban vagyok, akkor több sejtet fogok visszaépíteni, és akkor már is ér izgalmas lesz, hogy ugye akkor a bütyköm miért fog úgy kialakulni, ahogy kialakul, vagy szövetszaporulat valahol másod a szervezetemben, mondjuk csinálok egy sarkantyút. De mindjárt jönnek a képek róla. Szóval, amint mondtam, a csont, az ízület, az inak, az izmok, haráncsikolt izmok, ezek mozgáshoz kötött önleértékeléskor sorvadnak, majd épülnek vissza. Az erek, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, valamint kötőszövet, zsírszövet, vagyis most logikus, minden, ami a bőröm és a belem között van, ami középen van, középső csíralemez. Ezeket sorvasztjuk, fájdalommal fogjuk visszaépíteni. Nagyon lényeges az, hogy az agykéreg, piros oszlop, ő kétféle dolgot tud csinálni. Vagy a sejtekre hat, hogy itt is először sorvasztunk, és utána visszaépítünk, de tud olyat is csinálni, hogy bizonyos sejteknek a működését fogja meglegátolni, majd visszaalakul a sejtek működése, mint cukorbetegségben, vagy bénulások során, vagy ízérzésvesztés, vagy egyéb ilyen finomságok kapcsán. Tehát először bontok, utána építek, a sejtekről beszélünk, és ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtokzónás és a birtokzónán kívüli konfliktusok, és a, amit említettem, a működésváltozások. Tehát a kérdés, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudjuk feleslegessé tenni, akit érdekel, megtalálja ezt az előadást a weblapon, és megnézheti. No, akkor nézzük az ektodermális programokat, ugye csíralemezek szerint megyünk, mégpedig visszafelé, ektoderma, külső csíralemez. Itt ugye nem a birtokkonfliktusok fognak szerepet játszani, hanem az elválasztási konfliktusok. Mi az, hogy elválasztási konfliktus? De nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, ha valaki közelebb lenne hozzám. Viszont a lábam az arról szól, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék ott lenni, ahol éppen vagyok, azokkal lenni, akikkel vagyok. Tehát itt is mindig személyre vonatkozó az elválasztási konfliktus, de mivel az van benne, hogy én el szeretnék innen szakadni, ez a DHS, ezért sejtszintű sorvadás fog fellépni konfliktus aktív fázisban. A sorvadás zsibbadással jár, érzéketlenséggel hűvös lesz a bőrfelület. A megoldásban jön a fájdalmas visszaépítés, viszketés, hólyagosodás.
Na most kérem szépen, ha függő konfliktus aktivitásban vagyok, akkor világos, hogy ki fog alakulni a talpi fekély. Volt ilyen páciensem, kérem szépen, és hát akkori tudásommal lézerrel próbáltam, lágy lézerrel, és nem sebészeti lézerrel segíteni a sejteknek a anyagcseréjét, visszaépülését, és szerintem attól állt be némi gyógyulás, hogy ez az ember minden nap járt a rendelőben, és már jobban érezte magát a rendelőben, mint oda-haza, ahonnan viszont el akart szakadni. Tehát ezzel oldotta meg, hogy elszakadt, és a rendelőben akkor így nyilvánvaló, hogy a lézer kitűnően hatott. A talpi szemölcs viszont, amit itt látunk, ugye az egy függő gyógyulás, és ugyanarról szól, hogy el akarok innen szakadni ettől a helytől. Tehát átmentem én a gyógyulásba, de függő gyógyulásban maradtam. És hát a repett sarok emlékezetes történet nekem, mert a katonaságot úgy éltem meg, hogy én innen sarkon fordulok és hazamegyek. Nekem ebből elegem van. Csak hát ugye az elválasztáshoz, az elszakadáshoz a sarok volt ugye a nagyokos agyamban megjelölve, és ebből adódott, hogy a függő gyógyulásban ugye mindig több és több sejtet építettem vissza a kültakaró sejtjeiből, a laphámból, amelyek aztán ebben a vastagságban be is repednek. Szóval csak hogy lássuk, hogy ezek a dolgok nem véletlenül történnek, és akkor az elválasztási konfliktusokkal kapcsolatban én nekem hirtelen ennyi jutott eszembe, de hát ha lesznek kérdések, akkor csak azt kell mindig föltenni, bármiről beszélünk, hogy az adott sejt melyik csiralemezből származik. A külső csiralemez, akkor az elválasztási konfliktus. Mi van, ha középső csiralemezről beszélünk? Hát akkor meg önleértékelésről beszélünk. És a testünk önleértékelési térképét megtaláljuk egy külön előadásban, ami az útmutató az egészséghez című könyvnek a bemutató előadása, és tudjuk, hogy az önleértékelés témája is, hogy miben írom én le magam. Az meghatároz, hogy a testem melyik részét fogom bontani, fájdalom nélkül, az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy milyen szöveteket fogunk lebontani. Ugye a legerősebb önleértékelés az mindig a csontokat érinti, a közepes szintű önleértékelések pedig a porcokat, inakat, ereket, kötőszövetet. A kötőszövet, zsírszövet inkább már az enyhefokú önleértékelés tárgykörébe tartozik. Tehát mindig sorvasztok konfliktusaktív fázisba, fájdalom nélkül, megoldásban jön a fájdalmas visszaépítés. Narancssárga oszlopban vagyunk. Ha megnézzük az agyi térképen az agyvelő központjait, akkor itt van, láthatjuk a lábnak a két oldalán, vagyis az agyi térképnek az alján láthatjuk a láb képviseletét, középső csiralemezből származó sejtjeinek a képviseletét, és mindig itt fogjuk találni a hámeri gócot, ha a lábunkról van szó. Az önleértékelés tehát önpusztítást jelent, és nézzük akkor, hogy a bokára vonatkozóan milyen önleértékelési konfliktusokat tudunk megélni. Képtelen vagyok. Tehát mindig, ami úgy kezdődik, hogy képtelen vagyok valamit megtenni, az egy önleértékelés. Képtelen vagyok kiugrani abból a pokolból, amiben élek. Ez egy nagyon tág megfogalmazás, itt mindenki elgondolkodhat azon, hogy mitől szeretne megszabadulni, de képtelen megtenni azt a lépést, amire szükség lenne. Képtelen vagyok futni, táncolni, stb. Ezek mind benne vannak, és következmény konfliktusként is megélhetem azt, hogy be van gipszelve a lábam, és képtelen vagyok ebből a helyzetből kiugrani, és akkor nyilvánvaló, hogy
az ugrócsontomat fogom szétszedni. Az ugrócsont az egy nagyon központi kérdés itt a bokaizületben, mert ugye a körül, az ugrócsont körül történik meg a lábnak a behajlítása. Mondjam azt, hogy a láb hajlításának a tengelye az ugrócsont. Nagyon sokan a lábra az egész alsó végtagot vonatkoztatják, de egyezünk meg, hogy az alsó végtagnak most itt a láb és a boka részét látjuk. A konfliktus aktív fázisban én képtelen vagyok kiugrani abból a helyzetből, amiben vagyok, és ezt nagyon súlyosan élem meg, akkor a csontszövetet fogom bontani. Enyhébb esetben a porcokat, vagy az inakat fogom elsorvasztani, és ha az inakat elsorvasztom, akkor lesz belőle illaz a bokaizület. Ami azt jelenti, hogy különösebben nem kell félrelépnem, megbicsaklodjon a lábam, és már is kibicsaklik, vagy elszakad a bokát, az ízületet rögzítő szalagrendszer. Tehát én nekem sokszor történt, hogy nem néztem a lábam alá, hogy a bokám így teljesen, hát hogy mondjam, kifordult, de soha semmilyen ficamon vagy szalagszakadásom nem volt. Nagyon jól tartanak ezek a szalagok, ha nincsenek elsorvasztva. A megoldásban nyilván fájdalmas lesz a visszaépülés, és hogyha még beletesszük a gyilkos érzést, a magányosságot, meg nem értettséget, kirekesztettség érzését, létkonfliktust, egzisztenciális konfliktust, stb. Legalább 4 előadás van ebben a témában, vese, magányosság, stb. Akkor a szindróma, vagyis ennek a programnak a beindítása egy meglévő program mellé, mert akkor ezt így a szindrómának, gyönyörű bokaödémát fog létrehozni. És tudom jól, hogy van olyan, hogy mindkét boka bedagad, meg van olyan, hogy csak az egyik. És akkor innentől a kezűség kérdése dönti el, ugye, hogy megfejtsük, hogy kiről vonatkozik az egész. De jobbkezesnek jobb bokája, csak a jobb bokája a partner kapcsolat miatt fog bedagadni, és nem csak a házastárs a partner, hanem mindenki, aki nem az anyám, nem a gyerekem, és nem én vagyok. Jobbkezesnek a bal bokája az anya és gyereke, és önmagával kapcsolatos önleértékelések miatt fog sorvadni és bebuzzadni, ha hozzáteszi a meg nem értettséget, a kirekesztettséget, stb. És akkor nem foghatom arra, hogy gyenge a szíve, mert bocsánatot kérek, de nem a szívünkkel pisilünk, hanem a vesénkkel. Márpedig itt a vesegyűjtő csatorna programról van szó, és ha mindkét bokám dagad, akkor azt jelenti, hogy én aztán az egész életemet úgy élem meg, nagy áldozatként, hogy én erre képtelen vagyok. Mindegy, hogy kivel kapcsolatban élem meg, ez az én alapérzésem, és ezért vonatkozik mind a családra, mind pedig partnerre egyaránt. Remélem, így érthető a bokaödéma. Függő konfliktus aktivitás, tehát meg se oldottam sokáig. Ez az érzésem, hogy én képtelen vagyok kiugrani ebből a pokolból, amibe kerültem, ez lehet egy elviselhetetlen munkahely is, akkor létrejön az aszeptikus csontnekrózis, vagyis azt jelenti, hogy minden gyulladás nélkül, ugye, gondol mondjuk balkezesnek a bal ugrócsontja egyet, és elmésztelenedik annyira, hogy a röntgen képen gyakorlatilag a csontnak nem találják a lenyomatát, csak az üres helyét. Ilyen is van, kérem szépen, de ez visszaépül nyilván fájdalmasan, és nem kéne beletenni a magányosságérzést, mert akkor 10-szer nagyobb lesz a fájdalom. A függő konfliktus aktivitás fog elvezetni az Achilles-ín szakadásához is. Itt egy, hogy mondjam, egy
egy ilyen középsúlyos, középerős, de folyamatos önleértékelést kell megélni, és akkor gondol egy nagyot és merészet, az Achilles in, a legerősebb in, és elszakad. Na most Harmer doktornak a My Student and Machen című könyvéből volt esetbemutatás a csontokról, és ott beszéltem arról, hogy amikor a hosszú csöves csontok újraépülnek, rekalcifikálódnak, tehát újraépülnek a megoldás követő fázisban, akkor mindig egy megfelelő helyen létre fog jönni egy kis lyuk, mondjam úgy egyfajta szelep, amin keresztül a csontfelő gyógyulásakor keletkező ödéma ki tud folyni, mert azért a csont az nem tud tágulni. Igaz, hogy belülről feszülni fog mégiscsak, és fájni fog a csonthártya, mert a csontban nincsenek idegek, az nem fáj, de a csonthártya az rendesen. Szóval ez a folyadék, amikor ott kifolyik, akkor a bokán meg fog dagadni. És akkor itten, ezen a szinten, itt lesz egy kicsike kis lyuk azon a csonton, amin az ödéma ki fog folyni, és nyilvánvaló, hogy akkor másodlagosan fog létrejönni a láb szintjén egy duzzanat, vagy egy ödéma. Ezt azért tettem hozzá, hogy ezt mint ödéma képződés még ide tartozik. Nos, a lábról azért tudnunk kell, hogy egy nagyon fontos, ő az első számú teleszkóp a járásban, ugye a láb boltozat lesz az, ami biztosítja azt, hogy a végtagnak a csapódása a talajhoz ne okozza nagy rázkódást. Tehát van, ez olyan, mint egy tökéletes teleszkóp is az autóban, ott is több rugó csúszik össze. Tehát van egyszer a lábboltozat, van a rugalmas járást, az a térvizület biztosítja, tehát ha rugalmatlan vagyok, vagyis makacsul ragaszkodok az elképzeléseim, ez a térvizületen teszem tönkre. A gerincoszlopnak a élettani görbületei is hozzájárulnak ahhoz, hogy a rázkódást csillapítsa futás-járás során, és így az agyunknak a rázkódása hát minimális lesz, vagy nem lesz. Úgyhogy a biológia már régen felfedezte azt a képstabilizátort, amit a videókamerákba beépítenek. Na, ennek a képstabilizátornak az első szintje az a láb boltozat. Na de, a lábamra vajon milyen konfliktust fogok asszociálni? Mit fogok gondolni? Azt, hogy képtelen vagyok megállni a lábamon, mondjuk anyám nyugdíja nélkül. Vagy képtelen vagyok tovább lépni ebből az állapotból, mert a lábamon nem csak állok, hanem lépéshez, tehát álláshoz és lépéshez, járáshoz a lábomra van szükség. És ez lesz az, ami, ha enyhe fokú ez az önleértékelés, akkor a lábboltozatot létrehozó rögzítő szalagoknak az ellazulása miatt létre fog jönni a lúdtalp, és ez lesz az egyetlen oka a lúdtalpnak. Annyi őrültséget lehet az interneten olvasni ezekről, hogy elképesztő. De Székelyföldön egy aranyos történetünk volt egy leányzóról, aki az iskolában rollerrel járt, ugye most megint divat lett a roller, és hiába vitte magával a rollerét, mindenki járt az ő rollerével, csak neki nem jutott idő, hogy forduljon, kerüljön egyet az iskola udvaron szünetben. És képtelen volt ugye kiállni magáért, hogy most már azért, bocsánat, de ez az én rollerem, és hagyjatok engem is rollerezni, és csak az egyik, vagyis a partner oldali lábboltozatát lebontotta. Tehát ez féloldali lúgtak volt.
megoldást az hozta, hogy ugye ott voltunk 2 évvel ezelőtt, és akkor a konzultáción hát javasoltuk neki, hogy milyen kommunikációval oldja meg a dolgot úgy, hogy megértsék az osztálytársak, a barátok is, hogy azért neki is szüksége van a rollerre, és innentől kezdve hát visszaépült ez az egész, és megszűnt a lúgtalpja. A gyereknek mitől van lúgtalpa? Hát azt látja, hogy mindenki milyen könnyedén jár, és ő képtelen olyan ügyesen járni, mint a többiek. Tehát kialakul a lúgtalpa. Aztán, amikor megtanul járni, akkor elmúlik a lúgtalpja. Hát ennyire egyszerű. A megoldásban tehát erősebb szöveteket építünk vissza, mint ami volt. Na most a bütyök, amit itt látunk a képen, ugye itt van a gyönyörű, kialakult bütyök, ez még mindig annak a konfliktusnak a megélése, hogy képtelen vagyok tovább lépni ebből a helyzetből, amiben vagyok, mert ugye hát pokol, de van benne légkondi, úgyhogy ez így kibírható. Meg hát adnak érte elegendő pénzt, amiért érdemes tovább szenvedni és bejárni oda dolgozni. Most ebben az esetben ugye a nagylábujjamnak az alap ízületénél elbontjuk a megfelelő hát szöveteket, és ez befelé fog fordulni a nagylábúj, vagyis ki mozdul a helyéről, mert magát az ízületet tesszük tönkre. És ezért fog ilyen szépen befelé fordulni ez a nagylábúj, és a kimozdult ízület pedig hát ott van és látszik. Hát a műtétileg ezt helyre tudják állítani. De jobb lenne ezt az egészet bevállalni, mármint az önleértékelési konfliktust. Na most abban az esetben, amikor én ebbe beleteszem még azt, hogy de senki nem ért meg engem, tehát képtelen vagyok tovább lépni abból a helyzetből, hogy a párom éppenséggel nem érti meg azt, hogy én több időt szeretnék vele együtt tölteni, mint ahogy ő azt teszi. Vagy többet szeretném, ha együtt mennénk kirándulni, vagy beszélgetnénk, vagy közösen néznénk tévét, vagy közösen mennénk el hétvégére valahova. Ez egy be nem ismert ugye, társas magány, ami viszont begyűjti a vizet oda, ahol éppenséggel az önleértékelés folyik. És akkor itt lehet szó a könyökről, a csuklóról, a térdízületről, a öregújnak az alapízületéről. Minden egyes ízülethez tartozik egyfajta érzés, de most maradunk még a lábnál. Most ezt szokták kinevezni köszvénynek, mert ugye amikor megoldás követő fázisba kerülünk, hát akkor az olyan, de olyan fájdalommal jár, ugye, hogy még a takarót sem bírja el az ember a lábán, és hát a járásáról ne is beszéljek. A probléma csak az, amikor ezt nem egyszer éli meg az ember, hanem úgy függőgyógyulásban, vagy éppen policiklikusan, és havonta egyszer legalább van egy-egy köszvényes rohama. És ugye mit ad a medicina, kolchicint adunk az ilyenre, ami gyakorlatilag egy sejtosztódást gátló szer. Igen, kérem szépen, a kolchicin sejtosztódást gátló szer. A köszvények, tehát a tipikus megjelenése, az mindig a öregúj alapizülete, de háziorvos koromban láttam köszvényt, mégpedig az hüvelykúj alapizületén is. Tehát értsük meg, hogy itt két dologról van szó. Egy önleértékelés, ami ízületet érintett, tehát középsúlyos megéléssel, az ízületre vonatkozó témával, és hozzáteszem a magányosság, meg nem értettség, kirekesztettség,
létkonfliktus, egzisztenciális konfliktus, vagy ami már ugye mostanában divat, néhány hete a menekültségi konfliktus. Ezek a dolgok fogják tehát a közvényt létrehozni. Amikor ezt megszüntetjük, ezeket az érzéseket, akkor fog a program is lezárulni. De hát mi mindig a környezetet akarjuk megváltoztatni, ez itt a probléma. És nem magunkon akarunk változtatni, mert boldog leszek, ha. Na, aki így, ilyen program szerint éli az életét, az lassan ezt az egész táblázatot le fogja tesztelni. Mert a boldogsághoz egyetlen egy probléma kell, egyetlen egy megoldás kell. Békében éljek önmagammal és a világgal. Hogy el tudjam fogadni azt, hogy a másik ember olyan, amilyen. És ha őt nem érdekli az, amit engem érdekel, ez nem azt jelenti, hogy én ettől, nekem ettől szenvednem kell. Én attól még azt, amit én szeretek, azt én nyugodtan megcsinálhatom. A magam örömére. És ez nem önzőség. A magam örömére valamit megcsinálok. Csak azért, mert nekem jól esik. Csak azért, mert nekem jól esik, és akkor mit tudom én, olyan dolgokat csinálok, ami, hát hogy is mondjam, furcsának tűnik az embereknek a szemébe. Hogy lehet az, mondjuk, hogy orvoskandallót építsen? Hát létezik ilyen. Csak szeretném ezt megjegyezni. A kalapács ujjaknak a kialakulása, hoztam itt két képet is. Ugye, amint látjuk, ez itt egy gyereknél kialakuló kalapácsúly, mert mit csinál? Mire használom az ujjaimat a lábamon? Hogy kapaszkodjak vele. És képtelen vagyok megkapaszkodni abban a idézőjelben talajban, abban az állapotban, abban a helyzetben, amiben vagyok. Hoppá! És ha képtelen vagyok megkapaszkodni, akkor az ujjaimnak az ízületeit fogom lebontani, és ezek fognak ilyen gyönyörűen kialakulni már felnőtt korban. Nagyszerű. Úgyhogy jó, van sokkal, sokkal egyszerűbb változata is a kalapácsai kialakulásának, mert ha valaki még mindig ragaszkodik az érettségiző cipőjéhez, lakcipőjéhez, de már nem fér bele a lába, vagy hölgyeim, az az igazi szép, gyönyörű piros lakcipő ekkora sarokkal, ugye, amiben úgy érzem a lábam, mint egy satúban, na mit csinál ott a lábujjam, így össze van gyűrődve. És akkor ez nem csak kalapácsújat fog létrehozni, hanem amit majd látjuk, ha még elég intelligens vagyok, akkor még támadási konfliktust is meg fogok élni, meg elválasztási konfliktust is, és akkor már a lábról szóló teljes webkonferenciát magaménak tudhatom. Ezekről a következőkben még beszélni fogok. Tehát azért hoztam ide be ezt a képet alól a gyereknél és a felnőttnél, hogy lássuk, hogy az érzés ugyanaz, csak a gyerek megoldja, mert megtanul járni, és megoldódik a programja, a felnőtt viszont marad azzal az érzéssel, ami ezt az egészet fenntartja. A sarokcsont. Hát itt van a sarokcsont, ugye, ez, amit itt látunk, most körberajzolom, ez itt a röntgen képen, ez kérem szépen mind-mind a sarokcsont. No, tehát képes vagyok a sarkamra állni? Képes vagyok kiállni magamért? Vagy képes vagyok a sarkamra állni, hogy mindenki azt csinálja, amit én szeretnék, vagy ne szeretnék. Akarok, kérem szépen. A szeretnék az egy külön kategória. Mi akarunk, mindig csak akarunk. Miért? Mert félünk, hogyha nem úgy történik, akkor húha, vajon mi lesz? Na szóval itt látjuk ezt a bütyköt, ami az egyik legnagyobb bütyök. A csonton, ami megjelenik, normálisan is ott van, úgy hívják, hogy tuberkalkaneum, vagyis a saroknak a bütyke. Azért akkor, mert ezekhez a bütykökhöz szövődik be az ín. Tehát ott a csont és az ín összeszövődik, és ez az ín fog, kérem szépen, innen így szépen felfelé menni, és ezt látjuk ezen az
színesképpen, vagyis az Achilles-szint. Vagyis ha nagyon erősen élem meg, hogy képtelen vagyok a sarkamra állni, akkor a bütyköt fogom bontani, építeni. Ha ezt középerősen érem meg, akkor magát az in szalagot, illetve az innak az in hüvelyét fogok bontani, építeni, és akkor ez az érdekes haglund sarok fog kialakulni, amit itt az alsó képen látom. Tehát az érzés ugyanaz, csak az érzés erőssége dönti el, hogy csontot érint, vagy inszalagot, vagy az inszalagnak a tokját. A sarkantyú kialakulása a csonton az nem egyik napról a másikra történik. És azért fáj a sarkom, elmegyek ortopédushoz, és azt mondja, hogy hát itt még semmi nem látszik. Mikor fog látszani? Mikor lesz túlzottan nagy csontkinövés? Hát akkor, hogyha én ezt függőgyógyulásba csinálom, vagy policiklikus lefolyásban. Mind a kettő oda vezet, hogy sokkal nagyobb lesz az egyik lábamon, vagy mindkét lábamon a sarkantyú, a beleszületett, a nálunk a gyárilag meglévő sarkantyú, mint amilyennek lennie kéne. Aztán millió ötlettel teli van az internet, hogy teszünk oda olyan talbetétet, amiben van egy lyuk és a sarkantyú elfér, aztán van mindenféle ultrahang és röntgensugár, besugárzás. Én, ha mindenképpen valamit javasolnék fizikai szinten, akkor az a lágy lézer kezelése lenne. Én azt használtam a rendelőben, és kitűnően hatott. Nos, a sarkantyúról mindig eszembe jut, ha már képes voltam magamnak sarkantyút létrehozni, akkor már csak a lovat kell hozzá megvenni. Olyan ez, mint megvan a gomb, és most már csak a kabátot kell hozzá megvenni. És csak azért mondom ezt el, hogy fogjuk már fel humorosan mindezt, amit csinálunk. Vegyük észre, hogy milyen ügyesen adja tudtunkra a biológiai testünk, hogy hol nem vagyunk képesek elfogadni önmagunkat és a világot. Ez valami gyönyörűség. Minden tünetünk erről szól különben, de hát amíg ezt fölfedezzük, és ez az egyik dolog, hogy elfogadjuk, másik pedig, hogy elkezdünk úgy élni, hogy lezárjuk békével a napjainkat, az ugye egy döntés kérdése, és aki ezt megteszi, annak meg lesz az eredménye. Most a régi mezodermális programok, vagyis a kisagy által irányított programokat nézzük meg a lábunkra vonatkozóan, és hát a tyúk szem, remélem mindenkinek volt már tyúk szeme, és itt láthatjuk a különböző helyen létrejövő tyúkszemet. Ilyen gyönyörűséget kérem szépen, vagy egy rossz lábbeli tud okozni, vagy valakinek a jelenlétét. Én támadásként élem meg, de azt teszem hozzá, hogy kavics a cipőmben. Hát mit csinál a drága testem? Hát rögtön a kavics nyomásának megfelelően szaporítani fogja a sejteket. Mondom mindig, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát tönkretenni. Ez erről szól. Na és akkor jön a köröm gomba, és hú, hát a gomba az endodermánál szokott segíteni. Mi van itt? A köröm meg ektodermális. Hogy kerül ide a gomba? Nagyon egyszerűen kerül ide. Itt a köröm ugyan gombás, ez vitathatatlan, de mitől? Az alatta levő IRHA program megoldást követő fázisától. Tehát alapjában a köröm alatti IRHA támadási konfliktusa indítja el fájdalommentesen az IRHA-nak sejtjeinek a szaporulatát, és amikor ezt lebontom, akkor a gombák segítenek a lebontásban, és ezek a gombák átszövik a körömlemezeket is másodlagosan. Tehát a megoldás nem a gombaölő szereknek a szedése volna, elképesztő, hogy miket ki nem talál a gyógyszeripar. Persze, ha gombaölő szert szed az ember, akkor nem eshet teherbe, meg ja Istenem, mi lesz akkor.
Szóval jó lenne a támadásnak megélt konfliktusokat lezárni. Itt is vélt vagy valós támadásokról beszélünk. Előfordul az, hogy van egy kényelmetlen cipőm, amiben mikor beledugtam a lábam, a körmömet megnyomta, és a körmöm nyomása fájdalmasan hatott az alatta levő írhára, ami az támadásként élte meg, tehát elindította a programot. De az is lehet, hogy olyan intelligens vagyok, hogy folyton azt élem meg, hogy azért nem haladok a szamárlétrán fölfelé, mert folyton a lábamra lépek. Vagy így élem meg azt, hogy nem engednek engem tovább lépni. Folyton megakadályozzák, rálépnek a lábamra, nem hagynak engem tovább lépni. Ott van a gomba a köröm alatt, és ezt mutatja, hogy ez függő gyógyulásban marad. A régi mezodermális programoknál még azokon túl most egy, hát jó lenne, ha teremben lennék, mert akkor feltenném a kérdést, hogy akkor és most mi az a diabéteses láb. Hát nyilvánvaló, hogy van cukorbetegsége a betegnek, mert ellenszegülési konfliktus tartja fent a diabéteszt, ezt ugye, aki témában van, az tudja, de joga van valakinek a cukorbetegsége mellett az eddig elsorolt bármelyik programot még úgy mellé tenni, hogy szép legyen a csokorvirág. Tehát nem a diabétesz fogja létrehozni a talpi fekét, hanem mi? Az elválasztási konfliktus. Nem a cukorbetegség hozza létre az érszűkületet, hanem az az érzés, hogy én kilépnék már innen, de nem szabad. És ez érszűkülethez vezet, nyilván következményképpen, ha elzáródnak, elszűkülnek az erek, akkor elhalnak azok a bizonyos lábujjak, amik aztán amputációra kerülnek, de diabéteses tud csinálni lúdtalpat, éppenséggel orváncot is tud csinálni, támadás, bemocskorság, szégyen. Szerint mibe léptem bele, te jó Isten, és ez nem konkrétan valamilyen büdös dologba való belépés, hanem az én agyam szerint lefordított, szaros ügybe léptem bele, és ezt már Orbánccal vagy Ösömmel fogom gyógyítani. De van itt egy külön történet még, amit úgy hívunk, hogy neuropátia. Jelzem csak ismét, mert erről ezt a képet már közöltem a neuritis és idegbántalmakról szóló előadásban. Mi az, hogy neuropátia? Egy nagy szemetes láda, amiben beledobunk mindent, amiről nem tudjuk, hogy miért van, és ráfogjuk, hogy beteg az ideg. Hát, hogy ne? Kérem szépen, zsibbadás. Kérdezzük meg, hogy mit jelent a neuropátia. Hogy zsibbad, hogy hideg, hogy fáj. Oké. De ezeknek mind külön-külön okuk van. Amikor zsibbad valami, ugye már hangyamászásszerű érzést érzünk, mindegy, hogy a lábamról van szó, vagy a kezemről van szó, ez azt jelenti, hogy elválasztási konfliktust élek meg jelen pillanatban, és éppen konfliktus aktív fázisban vagyok. Ezért hűvös, ezért érzéketlen, ezért zsibbad, ezért érzem úgy, hogy ezer hangya mászik rajta. De nem fáj. Ez csak zsibbadás. Van, amikor a tüzes hangyák mászkálnak, az egy másik történet, az éppen csonthártya történet, de ott hasogató fájdalom is fel fog lépni abban az esetben, ha önleértékelést élek meg. Tehát a csonthártya program az egy külön gyönyörűség. Ha önleértékelést élek meg, és a csontom duzzad, akkor belülről feszül a csonthártya, megoldást követő fázisban. Ha meg a legsúlyosabb elválasztási konfliktust élem meg, ami csontomig hatol, ugye, az a csonthártyának a felszíni sejtjeit érinti, ami viszont az égő
tüzes hangyamászás tünetet fogja létrehozni konfliktus aktív fázisban. Tehát erről is van különben konferencia, különben. Hideg. Hideg a kezem, hideg a lábam. Erről van egy vicces fóliám, amit az előadásokon kivetítek, de ezt most mellőztem. Arról van szó, hogy még mindig konfliktus aktív fázisban van az elválasztási konfliktuson. Na de most már fáj, nem zsibbad, nem hideg, fáj. Miért fáj? Azért, mert az egészet úgy érzem, hogy tompa fájdalom, ami úgy feszíti szét a lábamat, ez azt jelenti, hogy a csontomban megtörtént a önleértékelés megoldása, és ez a feszülés, ez ezt a feszítő fájdalmat fogja okozni. A görcs az mindig izomhoz kötött történet, és akkor itt egy motorikus konfliktusnak a megoldásáról beszélünk, mert ugye konfliktus aktív fázisban a haráncsikolt izmokat sorvasztjuk, megoldásban meg visszaépítjük, csak jönnek az izomgörcsök, a legnagyobb izomgörcs az epileptikus krízisben. Na de van, amikor belénk csap a villám, mint villámló fájdalom a bőrben, és ez lehet villámló fájdalom, ugye nem csak a lábban, hanem más testrészen is, ez mindig elválasztási konfliktust jelez számunkra, ami a megoldás követő fázisra utal. Tehát akkor most már értjük, hogy a neuropátia összefoglaló gondolat mellett jó lenne tovább bogozni, hogy de hogyan fáj, mikor jelentkezik, és akkor tudjuk, hogy a szöveteknek megfelelően különböző konfliktusokról van szó, illetve azoknak különböző fázisairól. Ez a neuropátia egy ilyen nagy összefoglalás tehát az egészre vonatkozóan, illetve hogy megértsük a diabéteses láb, mindent ráfognak, hogy az amputációk nem tudom hány százaléka diabéteses láb miatt van. Hát kérem szépen, ha az ember magát a diabéteszét, a cukorbetegségét úgy éli meg, hogy én ebből képtelen vagyok kilépni, akkor már ott van a következmény konfliktus is. Ennyi lett volna a mai napnak az előadása. Köszönöm mindenkinek a figyelmét.